97. januárjától nem volt felkérésem. És megint ott volt, hogy de hát most mi történt? Most kihez menjek? Kit kérdezzek meg? És ugye ma egy mai sztár előfordul, hogy egy évig sincs képernyőn, hanem nem tudom, hogy hívják ezt, pihentetik, vagy... De én nagyon nehezen viseltem. Nem értettem az egészet, nagyon sokat sírtam. Ráadásul tök vicces, akkor neveztek... Látjátok, a fiatalok nyelvezetéből most már másodszor mondom ezt a tök szót. Elnézést kérek minden kedves nézőtől, hogy én, aki a magyar nyelvet óvom, védem ilyen... De amúgy tök jó.